Elég nagy a baj, ugyanis azok az oltások, amelyeket mi felnőttek valamikor megkaptunk, azok nem azok voltak, mint amit most a gyerekek megkapnak. Egyrészt sokkal kevesebbet kaptunk. Most egy felnövekvő ember 44 féle antigént kap az oltásokon keresztül. Ez nyilvánvalóan nem normális dolog. Ráadásul ezeket sokszor ilyen csoportokban összekapcsolva kapja, ami még inkább nehezíti az immunrendszer dolgát, hogy ezekhez alkalmazkodjon. A másik nagy probléma, hogy az Egészségügyi Világszervezet kinyilvánította, hogy ezeket az oltásokat is mRNA-s alapúvá teszik, mint amilyen a COVID-oltás, és aminek ugye látjuk a rengeteg mellékhatását a társadalomban, még akkor is, hogyha a mainstream kommunikáció erről nem beszél. Azt is tudjuk, hogy vannak oltások, amelyekben még mindig higany, illetve alumínium van, amelyek közvetlenül idegmérgek. A legfontosabb az, hogy erről beszéljünk, hogy erről legyen egy információja mindenkinek, aki gyermeket nevel, gyermeket vállal, mert sajnos a gondoskodó állam az nem megfelelő gazdája a gyerekek egészséges nevelésének, nem veheti át a szerepet a szülőtől. Éppen ezért igyekszünk olyan előadásokat összeállítani, ami sok oldalról megvilágítja ezt a témát. Most is lesznek például olyan előadások, amelyek a táplálkozás oldaláról, hogy mit lehet tenni azért, hogy kevésbé károsodjanak a beoltott gyermekek, hogyan lehet kivezetni, hogyan lehet leállítani például a spike proteinnek a termelését, erre már vannak kísérletek. Vannak olyan példák, amelyeket a különböző társaságok megvívtak a hatóságokkal, hogy tekintsenek el a kötelező oltás jellektől. Aztán vannak homeopátiás törekvések, ugye tudjuk, hogy minden erővel próbálják a homeopátiát hitelteleníteni, és éppen ezért erről szintén érdemes hallani és beszélni, különösen a gyerekgyógyászatban nagyon fontos szerepe van a homeopátiának. Aztán kísérletekről lesz szó, a WHO szerepéről, lezajlott járványokról, egyáltalán, hogy véd-e a védőoltás, van-e értelme megkapni olyan oltásokat, aminek a betegségnek a veszélye gyakorlatilag nulla. Viszonylag hátrányos helyzetből indulunk, de minél több ember beszél erről, minél több ember nemet mond, vagy szembe fordul az ész nélküli oltás biznisszel, mert ez nem más, csak biznisz, annál inkább van esély arra, hogy a döntéshozók megfontolják, hogy ezeket az oltásokat esetleg választhatóvá tegyék. Erre hívjuk tehát a résztvevőket 2024. január 28-án 2 órától a Lurdi házba, és jelentkezni kell előzetesen, helyet kell foglalni, mert elég nagy szokott lenni az érdeklődés, és a terem betelik akkor, aki addig nem jelentkezett, az nem tud részt venni rajta. Ez egy e-mail címen lehetséges, mégpedig a oltasok.konferencia@gmail.com e-mail címen. Eddig tulajdonképpen két teltházas rendezvény volt. Teltház az azt jelenti, hogy 400 fős terem, és az mind a kétszer megtelt. Nagyon sok szülő csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, és nagyon jó előadások voltak. Orvosok tartottak előadást, és jogászok. Tájékozódhatott mindenki arról, hogy vannak azért kiskapuk. Azt kell tudja eldönteni minden szülő, hogy vállalja-e a gyermek betegségének a kockázatát, és beoltatja a gyereket, vagy mégiscsak fölvállalja ezt a küzdelmet, és el tudja kerülni az oltásokat. Garanciák kevés van, de elég jó eredményeket érnek el. Tehát a jogászok ezen az oldalon küzdenek, mi az orvosi oldalon gyűjtjük az információkat, közvetítjük a szülők felé, mert egyre több a baj ezekkel az oltásokkal. Magyarországon egyszerűen az orvosok úgy vannak programozva, hogy nem is tételezik fel, hogy az oltástól lehet baja a gyermeknek. Most egyébként ezen a január 28-ai rendezvényen egyre több olyan
előadást fogunk tartani, ami a szövődményeknek, a mellékhatásoknak a kivédését, kivezetését, gyógyítását szolgálja. Erről szól a program, gyógynövényekkel, életmódprogrammal, táplálkozással, homeopátiával lehet ezekre a mellékhatásokat okozó anyagokra hatni. És hát mindenkit szeretettel várunk, akinek van érdeklődése, kérjük, hogy jelentkezzen a megadott e-mail címen, tehát oltasokkonferencia@gmail.com, és szeretettel várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmet!